Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, hogy legutóbb volt-e esetleg valaki az előző előadáson, igen, egy páram voltak. Lesz egy-két ismerős momentuma az előzőből. Annyit szeretnék előjáróban mondani, hogy mind a rendelőnek a weboldalán, a szentlukácsrendelő.hu oldalon, mind pedig a YouTube-on akár a nevemet, akár a rendelőnek a nevét bepötyögve előadások megtalálhatóak, illetve a rendelő alatt, és szintén a YouTube oldalon mindenféle videók vannak tematikusan összekészítve, ami úgy nagyjából tükrözi a világról alkotott elképzelésemet, vagy hogy hogyan és mind kéne tenni dolgokat. Most egy komplexebb témával, egy konkrét előadás, vagy egy konkrét terápiával és tréning sorozattal készültem önöknek. A múltkori ugye egy általános átfogó előadás volt Meggyógyulhatsz címen. Most a gyógyító képzeletről szeretnék mesélni önöknek, ami az egyik kedvenc a sok-sok technika közül. Bemutatnám a rendszer megalkotói, dr. Carl Simonton és a kedves felesége Stephanie Matthews Simonton, illetve magyarországi egyik jeles képviselőjük, sokan vannak, de akitől én a technika sorozatot tanultam, ő Prezenszky Zsuzsanna doktornő. És több dologra szeretném ezen a dián felhívni a figyelmüket. Az egyik, hogy ők mind a hárman azt mondják, hogy minden az elme. Majd fogunk játékokat játszani, meg én is fogok kérdéseket föltenni, ez inkább egy interaktívabb előadás lenne, majd kíváncsi leszek a véleményükre. Ők mind a hárman azt állítják, hogy minden az elme. Amit rögtön meg kéne nézni, hogy kik állítják azt, hogy minden az elme. Van egy onkológus, radiológus doktorunk, akinek ugye a pszichológiához olyan túl sok köze, ugye első ránézése nincs. Természetesen van egy pszichoterapeutánk, akitől szinte elvárható lenne, hogy azt állítsa, hogy minden az elme, bár attól függ, hogy milyen iskolában képződött, de azért ő is azt állítja, hogy minden az elme, illetve van egy pszichiáter doktornő, aki ráadásul klinikai farmakológus, és ő is azt állítja, hogy minden az elme. Simonton doktor talán onnan indult a saját megfogalmazásaim szerint, ahonnan minden gondolkodó orvosnak kéne indulnia, hogyha van két ugyanolyan nemű, ugyanolyan korú, ugyanabban a betegségben szenvedő, a betegségnek ugyanabban a stádiumában lévő emberünk, akik látszólag minden paraméterben megegyeznek egymással, miért van az, hogy az egyik őjüket, játékosan mondva, pikpak meg lehet gyógyítani, a másik embernél pedig mindent megpróbál az ember, és mégsem tud gyógyulást elérni, vagy csak nagyon-nagyon lassan. Mi lehet kettejük között a különbség önök szerint? Ha látszólag felépítésükben, betegségükben, betegségstádiumban, korban, nemben ők stimmelnek és hasonlóak, mégis az egyik őjük gyorsan gyógyul, vagy gyorsan meggyógyul. Meg akar gyógyulni, a másik meg. És akkor mi lehet a különbség? Az akarat. Az akarat, hogyha ezt egy kicsit tágabban értelmezzük, akkor az ember lesz maga, ugye a különbség. Ugye, mi lehet a különbség kettőjük között? Az ember maga a különbség. Test, érzelmek, gondolatok, ugye minden egyes ember rendelkezik egy fizikai testtel, érzelmekkel, gondolatokkal. Annak ellenére, hogy látszólag egykorúak, egyneműek, már testi felépítésben vagy működésben és betegséghajlamokban is lehet eltérés. Érzelmekben egészen biztos, az érzelem irányultságában hogyan tudják azt koordinálni, gondolatokban is, hitrendszerekben, mit gondolunk a világról, hogyan működik, előítéletek, ezek mind hozzá fognak tartozni. Mit gondolok magáról a betegségről, mit gondolok annak a gyógyíthatóságáról. Ez mind-mind befolyásolni fogja azt, hogy ki hogyan fog egy adott terápiára reagálni. És terápia alatt akár érthetem azt is, hogy valaki mondjuk kemoterápiát kap, vagy sugárkezelést kap, mégis az egyik őjüknél jelentkezhet mellékhatás. Persze feltételezzük azt, hogy két emberről van szó, ugyanaz a betegség, ugyanaz a kemoterapeutikum, ugyanaz a sugárdózis, egyik reagál mellékhatással, a másik pedig nem reagál mellékhatással. Feltehetően maga az ember lesz a különbség. Magáról a technikáról, ők az agykontrollból kiindulva, Simonton doktor is tanult agykontrollt, és az agykontrollból kiindulva alkottak egyszerű gyakorlatokat, amelyeknek az időigénye mondjuk napi 10 perc. Ezek főként vizualizációs, imaginációs gyakorlatok, ami azt jelenti, hogy a saját belső kivetítőre kell meghatározott rendszerint képeket elképzelni, és ennek megfelelően a gyakorlatot végezni. De nem csak agykontrollos vizualizációs gyakorlatokat illesztettek egymásba, hanem igyekeztek olyan technikákat is, akár kérdőív alapú, akár elgondolkodtató technikákat is a rendszerbe illeszteni, amiről úgy gondolták, hogy egy
betegségfaktort képesek fölfejteni, és arra esetleg tudnak választ adni. De háttérben lévő problémákat igyekeztek felkutatni. Gyorsan végig szaladva a gyakorlatokon, hogy a technika sorozat az teljesen ismert legyen, van egy progresszív relaxációnak nevezett gyakorlat, aminek a nevében benne van, hogy azért csinálok valamit, hogy végeredményben egy relaxált állapotba kerüljek, de gondolva arra, hogy az egyik fő, hát nem betegségfaktor, de betegségfaktor is végül, vagy akár problémának is lehet nevezni az a stressz, ezért azzal valamit kellene kezdeni, hogy a stresszt normálisan tudjuk kezelni. Magának a gyakorlatnak meglepő módon az első két pont, ami igazán érdeme, a gyakorlatot végezve, ezt a progresszív relaxációs gyakorlatot végezve, az illető saját élete fölött visszanyerheti a kontrollt. Ami egy adott betegség esetében, bárki, akinek volt valamilyen testi-lelki problémája, azért tudja, hogy milyen a kontroll elvesztése és annak a visszaszerzése. Ugye a stresszkezelésben fog segíteni, és mire befejezem a gyakorlatot, azt a 10 perces gyakorlatot, észreveszem azt, hogy a kiindulási állapothoz képest egy teljesen más, egy relaxáltabb állapotba kerültem. A második központi gyakorlata az úgynevezett gyógyító mozi, ahol az immunrendszer működését igyekszem a belső kivetítőre elképzelt képek segítségével jobbá tenni, motiválni az immunsejteket, hogy azok hatékonyabban és tökéletesebben tudjanak dolgozni. Hogyan lehetséges ez, ezt majd az előadás többi részében szeretném kifejteni. Van egy belső vezető gyakorlat, ami igazából azt a célt szolgálná, hogyha én, mint mondjuk Antal Péter emberként már kigondolkodtam magamat, és nem találom a jó megoldást, és nem nagyon tudok dönteni. Nincs élő ember a környezetemben, aki ugyanazt a cipőt hordaná, mint én, ezért olyan hathatós jó tanácsot nem nagyon fog tudni adni. Mégis kéne A vagy B vagy C verzió közül választanom. Van egy lehetőség, van egy gyakorlat, amit szintén 10 perc időigényű, és ebből a gyakorlatból kijöve, vagy ebben a gyakorlatba belemenve kaphatok minőségi válaszokat, amelyekkel könnyebben tudom irányítani az életemnek a további részét. Persze nagyon sok döntést elősegítő gyakorlatot ismerhetnek, tanulhatnak, alkalmazhatnak. Ez egy a sok közül, ami viszonylag játékos formában azért könnyen eredményre vezethet. A következő része a technika sorozatnak az úgynevezett neheztelés feloldása gyakorlat, amit szerintem, hát ha nem is általános iskolában, de gimnáziumban már mindenkinek kéne tanítani. Neheztelés alatt a szerzők, illetve a leírók azt értik, hogy mindenkinek az életében vannak olyan múltbéli, akár régmúltbéli események, amelyek látszólag minden ok nélkül időről időre eszembe jutnak, mondjuk vasalás vagy mosogatás közben, és akkor eszembe jut, hogy a szomszéd a múltkor 10 éve, ugye múltkor 10 éve azt mondta, hogy, és akkor az nekem milyen rosszul esett, és akkor nekem azt kellett volna reagálni, hogy, de akkor ő erre ezt mondta volna, és akkor elindul a boxmeccs oda bent a fejben, és lehet, hogy a tevékenység befejezése végére egy teljesen lehangolt állapotba kerülök, hogy ott megette a fene, és hogy különben is el kéne költözni erről a környékről, mert hát a szomszéd. És nagyon-nagyon sok ilyen belső boxmeccsünk lehet. Remélem, hogy az előadás végére teljesen érthető lesz, hogy ezek alól, a neheztelések alól miért lenne jó megszabadulni. Ugye minden egyes zárójelben, vagy megelőlegezve csak annyit szeretnék mondani, hogy minden egyes alkalommal, mikor én újraélem azt a múltbéli eseményt, akkor akár pontról pontra a belső kivetítőn végigmozizom, és nem csak végigmozizom, hanem mind érzelmekben, mind testi reakciókban végigélem, mint az a, és ugyanolyan állapotba kerülök, mint 20 évvel ezelőtt, amikor az a sérelem ért. Ebből beletartozhat az is, hogy vélt sérelem elszenvedője vagyok, és túráztatom magamat évek óta. Lehet, hogy valós sérelem elszenvedője vagyok, de ugyanúgy túráztatom magamat évek óta. És biztos jártak már önök is úgy, hogy vették egyszer a bátorságot, hogy a jó barátság megtartása érdekében vettek egy nagy levegőt, és azt mondták, hogy oké, 10 éve vagy 5 éve a sérelem, nekem ez a kapcsolat megér annyit, hogy rendezzem az illetővel, elmegyek hozzá, beszédbe legyedek vele, hogy emlékszel, amikor 5 évvel ezelőtt itt meg itt ezt meg ezt mondtad, és akkor ez így esett nekem is, hogy azóta is, és így néznek rám kerek szemekkel, hogy miről beszélsz, én nem emlékszem. Kéne üzenje azt, hogy ezek a neheztelések, ezek bennünk élnek. Adott esetben, aki által elszenvedtem,
nem is biztos, hogy emlékszik rá. És ugyanúgy ott él az emlékezetemben, és majd meglátjuk, hogy hogyan, de hatást gyakorol rám. Merítő háló gyakorlat, ez is a rendszer része, ez főként kérdőív alappal szokott történni, imagináció vagy ilyen vizualizációs technika nincsen benne. A nevében benne van, hogy egy bizonyos életszakaszra, ez lehet 1 év, 3 év, 5 év, 10 év, kivetek egy képzeletbeli hálót, és megnézem, hogy mi akad fönn benne. És ami fönnakad, a kérdőív úgy van megszerkeszt, hogy ami fönnakad, jó eséllyel lehet köze azoknak az eseményeknek a jelen helyzetemhez. Amikor be kell mutatni a rendelésen ezt a gyakorlatot, hogy mi következik, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy most megnézzük azt, hogy milyen életesemények vezethettek oda, hogy mi most itt a rendelőben találkoztunk, és ezzel a problémával meg kell próbálnunk kezdenünk valamit. Halál és újjászületés, imagináció, ez egy érdekes gyakorlat, ugye az emberi létnek a velejárója. Vannak bizonyos betegségek, majd a továbbiabban ki is fog derülni, vannak bizonyos betegségek, amelyekhez tévesen asszociáljuk, hogy az egy halálos betegség, a másik az nem halálos betegség. Jó hír vagy rossz hír, hogy senkit nem hagytak még itt. A mindennapi létünknek a része a halál is, és adott esetben egyfajta újjászületés kinek-kinek a hitrendszere szerint. Ennél a gyakorlatnál ugye magát a halál, haldoklás, mi lehet utána, témaköröket igyekszünk átbeszélni. A gyakorlat vagy beszélgetés vezető szempontjából, vagy terapeuta szempontjából ez a legnehezebb téma nekem is, mert én sem tartozom azok közé, akit elvittek, és aztán visszaengedtek, és emlékszem rá, hogy mi történik oda át. Én is csak olvasmányok alapján, az egyéb vallásoknak a tanulmányozása révén tudom a közös összecsengéseket elmondani, hogy a buddhista is arról beszél, hogy a hindu hívő is arról beszél, hogy a kereszténység is arról beszél, hogy vannak olyan kutatások, főként egy nagyon híres halálkutató vagy tanatológus tollából, akit Elizabeth Kübler-Rossnak hívnak, nem tudom, hogy valakinek ismerős a neve. Neki van több 10 000 dokumentált esete, ami nagyon-nagyon elgondolkodtató, hiszen érzékszervi fogyatékossággal született emberek kórházban meghalnak, újraélesztik őket, és a vakember az újraélesztése után elmondja, hogy ki, milyen színű ruhában, milyen sorrendben lépett be a kezelőhelyiségbe, a süket ember elmondja, hogy milyen párbeszéd zajlott, és a többi, és a többi. Tehát vannak azért megdöbbentő kutatások és felelhetők ezek. Szinte az utolsó gyakorlat, hogyha jól emlékszem, igen, a célállítás gyakorlata, ami kifejezetten arról szól, hogy bár mindannyian tudjuk és hisszük, és akár valljuk is, hogy az elmének teremtő ereje van, mégis mindannyiunknak lehetnek 5-10-15 éve meglévő vágyai, amik a Jóistennek nem akarnak összejönni. És bár tudjuk, hogy az elménkkel nagyon sok mindent tudunk teremteni, mégis az a nagyon-nagyon vágyott dolog, amire akár naponta is többször gondolhatok, mégsem jött össze. És a célállítás gyakorlata próbálna rávezetni minket arra, hogy hol hibázzuk el, és hol csúszik meg ez a célmegfogalmazás. Röviden annyit lehet mondani erről a témakörről, tapasztalatok alapján, hogy a legtöbben csak célozgatunk, és nem célzunk rendesen. Nagyjából a meg nem testesült vágyak megfogalmazása az olyan pongyola módon történik, minthogyha én Budapesten a 8. kerületben vagy a 4. kerületben keresnék egy másfél szobás albérletet, és a Google keresőbe csak annyit írok be, hogy albérlet. Ott azonnal szembesülök azzal, hogy pontatlan voltam. De ha beírom azt, hogy Budapest albérlet, akkor is rájövök, hogy pontatlan voltam, mert az egyetem az a belvárosban van, és a 17. kerületből én nem szeretnék följárni. És ahogy század másodpercek alatt szembesülök azzal, hogy egyre pontosabban és egyre pontosabban kell a célomat megfogalmaznom, annak érdekében, hogy a megfelelő eredményt kapjam. Gyakorlatilag az elme is hasonlóképpen tud működni. A kertes ház, mint feladat, az azért nem jött össze 15 év vagy 20 év alatt, mert nem tudom, hogy hol, milyen közegben, kivel nem, mennyi pénzből, mekkora telken, földszintes vagy emeleti. A kertes ház, mint fogalom, az egy óriási fekete doboz, és nagyon sok mindent rejtett magában, és pontosítani kellene ahhoz, hogy azt el tudjam érni.
Nem titok, hogy Simonton doktorék daganatos betegekkel kezdtek el az Egyesült Államokban foglalkozni. Az 1970-es évek vége felé járunk Texas államban, ahol 159 orvosilag gyógyíthatatlannak nyilvánított pacienst fogadtak be az intézetükbe. Az orvosilag gyógyíthatatlan, mint fogalom, az akkortájt annyit jelentett, hogy az átlagos túlélési idő kevesebb, mint 12 hónap. Tehát ennek a 159 embernek a kórházban azt mondták, hogy nem tudunk segíteni, és a következő karácsonyt nem biztos, hogy megélik. 4 év elteltével 63 ember él a társaságból, tehát 40%-a az embereknek életben van. Akik időközben sajnálatos módon elhaláloztak, az ő átlagos túlélési idejük is 20 hónap volt, ami 60%-kal több, mint amennyit indulásként jósoltak nekik. Van 8%-nyi 14 emberük, akiknél képalkotó eljárásokkal nem kimutatható már a daganat, és gyógyultak lehet őket nyilvánítani, kvázi nincs a betegségnek jele a szervezetükben, és van újabb körülbelül 8%, 7,5%, 12 fő, akinél ugyancsak képalkotó eljárással kimutatható, hogy a korábbi x centiméter kezd összébb menni, és egyre kisebb a daganat. Amit érdemes kihangsúlyozni és észrevenni, hogy ez a 26 fő, 16, körülbelül 16%, nekik is 12 hónapot jósoltak. Ők is orvosilag gyógyíthatatlannak lettek nyilvánítva. Mindez 40 évvel ezelőtti statisztika és adat, zárójelben megjegyezve az összes ilyen jóslatot, mint csúnyán fogalmazott, tehát az összes statisztikai adatot, ahol megjósolják, hogy körülbelül mennyi ideje lehet hátra az embernek, ezt úgy kell kezelni, hogy jó pár évvel ezelőtti kutatási eredmények átlaga. Vannak, akik ennél kevesebbet élnek, és van egy nagyobb társaság, aki ennél jóval többet él. És semmi más nem csináltak ebben az intézetben, pusztán agykontrollos pszichológiai módszerekkel érték el az előbb bemutatott eredményeket. És akkor jogos a kérdés, hogy valóban minden az elme lenne? És akkor lehet majd bátran bólintani, hogy igen. Annyit tennék még ehhez a mindez 40 évvel ezelőtti címhez hozzá, hogy azóta finomodtak a technikák, csomó más módszer elérhető, jobbak lettek a diagnosztikai lehetőségek, sebészet is fejlődött, többet tudunk magáról a daganatos betegségről, összességében még jobb eredményekre számíthatunk. Vannak magyarországi eredmények is, egy kutatócsoport 11 hétig tartó foglalkozás után azt figyelte meg, hogy javult a gyakorlatban résztvevőknek az életminősége, ami az rossz érzelmi és fizikai közérzet csökkenésével volt összefüggésben, csökkent a depressziónak, a szorongásnak és a stressznek a szintje, és ezzel párhuzamosan erősödött az életerő és az optimizmus azokban az emberekben, akik ezeket a gyakorlatokat végezték. És ez a kívánt és jó eredmény, ez fél év nyomonkövetés után is megmaradt ezeknél az embereknél. De jogosan kérdeznék, hogy oké, statisztika száraz, meg számok össze-vissza, mi köze ennek az elméhez? És ezek után, ha azt kérdezem, hogy önök szerint van-e teremtő ereje a gondolatnak, akkor enélkül is azért lehet válaszolni, hogy mit gondolnak, hogy van teremtő ereje a gondolatnak? Igen, azt lehet mondani, hogy van. És akkor lehetne újra piszkálni a szkeptikus kisördögöt, hogy mi van a 30 éve meg nem testesült vágyaimmal, hogy akkor most van teremtő ereje a gondolatnak, vagy nincs teremtő ereje a gondolatnak. Hogyan lehetne ezt akár lemérni, mármint azt, hogy a gondolatainknak villámgyors teremtő ereje van, és akkor játékra invitálom önöket, akik a legutóbbi előadást hallották, azoknak ismerős lesz maga a játék. Arra szeretném kérni önöket, hogy gondoljanak egy almára. Jó, mindenki, aki a játékban szeretne részt venni, akár nyitott szemmel, akár csukott szemmel, gondoljon egy almára. Vagy gondoljon egy körtére. Vagy ne gondoljon a rózsaszín elefántra, ugye, mint trükkös. Le tudják-e írni, hogy mi történik? Honnan tudják, hogy az almára gondoltak, mikor azt kértem? Vagy honnan tudják, hogy a következő pillanatban a körtére gondoltak, és csak alig ejtettem ki a számon, vagy hiába kértem, hogy ne gondoljanak az elefántra, vagy a rózsaszín elefántra, mégis arra gondoltak. Lehet nyugodtan mondani, hogy honnan tudják, hogy így van, megjelenik a képe. Mindenkinek jelenik meg kép? Igen, biztos. Aki azt mondja, hogy biztos vagy nem,
az legtöbbször, sokan szokták azt állítani a felvezető beszélgetés során, hogy nem lesz jó ez a technika, mert nekem nem jelenik bent meg semmi. Ők azt várják el maguktól, hogy amikor azt mondom, hogy gondoljanak egy szegfűszeggel teletűzdelt narancsra, akkor azt várják maguktól, hogy egy ugyanilyen sárga, ugyanilyen élesen elkülönülő szegfűszeggel lévő narancsnak a képe jelenjen meg, hasonló színvilágban, hasonló kontúrral, hasonló méretben, és amikor becsukják a szemüket és nem ezt látják, hanem egy valamilyen narancsnak, valamilyen színvilágú, de lehet, hogy fekete-fehér képét, lehet, hogy sokkal kisebb vagy sokkal nagyobb, lehet, hogy össze-vissza mozog a belső kivetítőn, erre azt mondják, hogy én ezt nem látom. Innentől kezdve én azt fogom mondani, hogy valamilyen alma képe megjelenik, vagy valamilyen narancsnak a képe megjelenik. Az, hogy kinek mennyire hasonlít adott esetben a valóságos tárgyhoz az elképzelt tárgynak, vagy a benti kivetítőn megjelenő tárgynak a képe, hogy a kettő mennyire hasonlít, az tükrözi az elmének az edzettségét. Ezt lehet játékosan otthon mérni, tesztelni, növelni. Kitesz az ember maga elé egy végtelenül unalmas picike gyufaszálat, megnézi, és az a feladat, hogy miután becsuktam a szememet, annak a gyufaszálnak pontosan akkora méretben, pontosan középre, ott kell maradnia, minél tovább ott kell maradnia, nem nőhet, nem mehet össze, nem foroghat, nem úszhat be még több gyufaszál, hanem egyetlen egy gyufaszálat kell abban a helyzetben látnom, ahogy én az asztalon azt megfigyeltem. Próbálják ki. Rá fognak jönni, hogy lehet, hogy másodpercben sem mérhető az az idő, ameddig a gyufaszálnak a képét meg tudják tartani. Ennyire edzett az elménk legtöbbször. Ezt lehet bővíteni. Tehát a lényeg, hogy amikor azt kértem, hogy gondoljunk egy almára, vagy az elefántra, akkor a belső kivetítőn egy valamilyen alma, körte, elefánt képe jelent meg. Ha ide kiteszem a kezemet, akkor azt kérem önöktől, hogy képzeljenek bele egy citromot. Na most sikerül? És akkor itt van ez a citrom, ezt le lehetne írni, vagy iratni önökkel, hogy ez így áll, vagy kicsi lime, vagy az a vastag héjú, finom ízű citrom. Akkor ezt óvatosan ugye félbevágja az ember, ezt meg is lehet mutatni, hoppá, le is csöppent ugye a citromlé, és akkor lehet látni a héjat. Már lassan beszélni sem nagyon tudok. Ki vett észre esetleg változást odabent? Igen. Mondjuk egy ilyen létszámú csapatnál azért lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nem túl jó a példa, mert kiszáradt a szám. Nála ez lesz a reakció a citromnak a vizualizált képére, mert hogyha a következő kérdésem az lenne, hogy valójában mi van a kezemben, akkor mindenki azt mondja, hogy semmi. Hol volt a citromnak a képe? Oda bent volt a citromnak a képe. És ugye a megdöbbentő talán ez lehet, hogy egy elképzelt tárgyra a társaságnál pipettával kimérhető testi reakció következett be. Egy elképzelt képre a testem reagál, és hogyha valakinek a képre, kép hatására, az elképzelt citrom hatására kiszáradt a szája, akkor az ő testi reakciója az, hogy kiszáradt a szája. Az is mérhető lenne a korábbi nyelvelválasztáshoz képest. Így van. De játszunk tovább, és most próbáljanak meg a harmóniának pontosabban a harmóniára, vagy a boldogságra gondolni. Ezt lehet nyitott szemmel, csukott szemmel. Harmóniára, boldogságra, vagy örömre, vagy a szeretetre, kinek melyik fogalom tetszik jobban. Többen mosolyognak. Sikerül valami harmóniászerű ízére gondolni? Ez önöknél hogy zajlik? Valaki el tudja mondani? Meg tudja fogalmazni, hogy mi történik odabent? Nehéz. Olyan emlékképek törődnek fel, ami boldogsággal töltöttek el annó. Így van. Vagy mi most is. Így van. Így van. Ez valakinél pusztán emlékképek formájában és azonnal emlékképek formájában jelenik meg. Karácsony, összejövetel, nyaralás, vagy egy túrázás alkalmával látott természeti szépség. Valaki viszont, amikor, és én is ebbe a kategóriába tartozom, ha
ülő helyzetben megkérik, hogy gondoljon a boldogságra, akkor kicsit úgy fészkelődik az ember, hogy fú, milyen az, amikor boldog szoktam lenni, akkor hogy mit is érzek a testemben? És amikor megvan ez a testérzet, akkor ahhoz kapcsolódóan felugrik, de felugrik valamilyen kép. És hogy van-e testérzet, vagy nincs testérzet, a lényeg, hogy elvont fogalmak esetében is valamiféle kép fogal be, vagy mozi, mert lehet, hogy valamilyen eseményt képzelek el, múltbéli eseményt, vagy jövőbeli vált eseményt, de minden esetre valamiféle kép vagy képsorozat jelenik meg a belső kivetítőn. És akkor játszunk tovább. Aki szeretne játszani, ez egy picit hosszabb, ez egy pár másodperccel hosszabb játék lesz, azt arra kérném, hogy csukott szemmel próbáljon meg valamilyen borzasztó eseményt vagy eseménysorozatot elképzelni. És úgy nézegesse azt a borzalmat ábrázoló képet, ami adott esetben megijeszti őt, vagy félelemmel tölti el. És miközben ezt a képet nézi, a tudatának egy részével próbálja meg megfigyelni, hogy a testében mi történik. Amit ilyenkor érdemes figyelni, hogy szív, mellkas, gyomortájékon történik-e változás, miközben mindenki ezt a szörnyűséges képet nézi, vagy izmok feszességében történik-e változás, vagy végtagoknál történik-e esetleg valami változás, ugye közben folyamatosan ezt a borzasztó valamit nézik a belső kivetítőn. És akkor maradjanak csukott szemmel, és most próbáljanak meg egy örömteli, szeretetteljes, boldog eseményt elképzelni ezen a belső kivetítőn. És váljanak annak a boldog, örömteli eseménynek a részévé. Próbálják jól beleélni magukat. Próbálják átérezni a képen látható, vagy a képzeletbeli moziban látható örömöket. És ugyancsak a tudatuknak egy pici részével próbálják meg megfigyelni azt, hogy most mi történik a testükben. Ugyancsak mellkas gyomortájon érdemes nézgelődni, vagy vizsgálódni, vagy izomfeszességet érdemes figyelni, hogy ott történik-e valami, vagy a végtagoknál. És hogyha úgy érzik, hogy kellőképpen feltöltöttek ettől a boldog, szeretetteljes képtől, akkor abba lehet hagyni a gyakorlatot. Volt-e különbség a két állapot között? Többen bólogatnak, hogy bizony volt érezhető testérzetbeli különbség, és ez lenne az egyik fontos lényeg, hogy a fejben megjelenő képekre majd a testem az reagálni fog. Amit ilyenkor esetleg érdemes lehet megfigyelni, hogy direkt nem mondtam ki, de amikor félelemteli képet nézek, akkor szív, mellkas, gyomortájékon valami szorító érzés, vagy úgy összerándul az ember gyomra, legalábbis azt legtöbben így írják le. Izomfeszességnél azt veszem észre, hogy vagy a karomat, ha lenne karfa, akkor lehet, hogy elkezdtem volna markolni, vagy legtöbbször a comb, csípő, farizmokat kezdem el feszíteni, és ez kiradó nézés közben gyönyörűen tetten érhető. Végtagok kihűlhetnek, tehát tenyértalp kihűlhet, és ezzel ellentétesen, amikor a boldogságos képet nézem, akkor az izmai melernyedhetnek, végtagok fölmelegedhetnek, hogyha elég ideig nézem, illetve ez a kellemetlen, szorító, markoló érzés a szív mellkastájon megszűnhet. És gyakorlatilag erre alapozva, vagy ezt kihasználva alkották meg ezt a terápia sorozatot Simonton doktorék, és egy nagyon fontos megállapítás az, hogy az emberi gondolatformálás kép alapú. Nem lehet azt állítani, hogy csak képekben gondolkodunk, mert ugye ha gondolatokat, az embernek a gondolatait nézzük, akkor azok általában vezénymondatok vagy vezérmondatok, szavak. Ilyen idő van, ilyen kedvem van, miért így mész, miért úgy vagy felöltözve, miért szóltál hozzám, miért nem mész gyorsabban. Ugye ez a napi rutinnak vagy a reflexeknek megfelelő bejáratottságunk révén mennek folyamatosan ezek a gondolatok, és hozzá az embernek az érzelmi működése,
ami színek, illatok, benyomások, érzetek, ilyen hatást gyakorol rám, olyan hatást gyakorol rám, és képek formájában párhuzamosan futnak. Tehát gondolatok plusz a képek, minden esetre ebből következik az, hogy az emberi gondolatformálás képalapú, és akár tárgyakról gondolkodom, vagy akár elvont fogalmakról, a gondolataimhoz tartozhatnak képek. És akár a citromos példánál, akár a boldogságos állapot elképzelésénél, akár a borzasztó állapot elképzelésénél tapasztalhatták saját magukon, hogy annak ellenére, hogy csak a belső kivetítőn jelenik meg valamiféle kép, arra a testem reagál. És olyan gyorsan reagál, ahogy ezt a játékot megcsináltuk, ahogy a borzasztó képről átváltottak a boldog harmonikus képre, mérhették volna saját maguknak stoppára, hogy akkor most szűnt meg az izomfeszesség, most oldódott a gyomorszáj vagy a mellkas környékén a szorítóérzés, és gyakorlatilag ez lenne ennek a rendszernek az üzenete, hogy a testem az egy hűséges kiskutya, és követi azt, ami odabent a belső kivetítőn zajlik. És mindig leköveti. És mindig leköveti. Innentől kezdve érteni fogjuk azt, hogy amikor azt mondja egyik ember a másiknak, hogy de ön meggyógyulhat, annak is lesznek kiváltott reakciói. De annak is lesz kiváltott reakciója, hogyha azt állítom, hogy a kemoterápia méreg. Annak is lesz mögöttes tartalma, és azokhoz is tartozik, ugye mennyire beszédes, hogy a rák felzabálja a testemet. És adott esetben az illető a belső kivetítőn valamilyen formában tényleg látja azt, hogy valaki ott, annak ellenére, hogy ő nem szeretné, mégiscsak. Vagy, ahonnan Simonton doktorék indultak a 70-es évek végén, vége felé, nem volt technika sorozat. Ez az egyetlen egy, vagy ehhez hasonló mondat hangzott el. A betegágyon ülve Simonton doktor megkérdezte, hogy hajlandó-e egy olyan játékban részt venni, ahol azt kéne elképzelni, hogy egy profi takarítóbrigád nagyon-nagyon aprólékosan a testének minden zegét, zugát kitakarítja. És ezáltal ön egészségesebb lesz. Tisztább és egészségesebb lesz. És aki hajlandó volt részt venni, vagy úgy tudta csinálni, nyilván ezt lehetne mérni, illetve lehetne vizsgálni, hogy kinél hogyan hatott a gyakorlat, de gyakorlatilag a gyógyító képzelet technika sorozat az ezzel a mondattal, vagy egy ehhez hasonló mondattal indult. Itt még ezt a mondatot, hogy kemoterápia méreg, ezt kiragadnám, és megmondom őszintén, hogy én nagyon-nagyon nem szeretem az olyan internetes reklámokat, hirdetéseket, amikor azt propagálják, hogy az orvosok eltitkolják, és hogy a kemoterápia az ilyen, meg olyan, meg be fogják tiltani, és hogy így mérgezi, meg úgy mérgezi, és tönkre teszi a szervezetet. Annak az embernek, akinek semmi más nem érhető el, de semmi, csak a kemoterápia, és egy jól megfogalmazott cikket elolvas, hogy a kemoterápia méreg, megy a villamoson, és már a villamoson rosszul van, pedig még a szert meg sem kapta. Itt kéne feltűnjön neki is, meg a környezetének is, hogy nem a kemoterápiára reagált, hanem a róla kialakított képre. És ugye egész eddig arról beszéltünk, hogy amilyen kép megjelenik a belső térben, vagy a belső kivetítőn, arra a testem reagálni fog. Lehet azt is mondani, hogy ahogy érzem magam, olyan képek mennek belül. De majd meg is tudjuk fordítani, hogy ahogyan szeretném érezni magamat, olyan képeket kezdek el én magamnak generálni odabent. Úgyhogy ezzel nagyon-nagyon csinnyen kell bánni, meg az egész gyógyszeroltás ellenesség és kemoterápia ellenességgel, ugyanis nagyon-nagyon sok olyan daganatos betegség van, és főként a gyerekkori vérképzőszervi betegségek, daganatok tartoznak ide, amelyeket 90 vagy a fölötti százalékban önmagában a kemoterápia meggyógyítja. Ezeket a kisgyerekeket évekkel ezelőtt biztosan elvesztették a kórházban. Szóval nem azért, mert nagyon-nagyon sok komplementer, vagy ugye régen alternatív medicinának hívták, technikai elérhető, az nem jelenti azt, hogy a józan eszünket ki kell dobni a kukába. De van egy csomó olyan, ami Magyarországon nem elfogadott, és mégis működik, és más országokban azt azért elfogadják és csinálják. Jó. Mondhatnák önök, vagy bárki, hogy ez önbecsapás. Önbecsapás, olyan képeket generáltatnom a fejemben, amitől én jobban érzem magam. Miért kell mindent rózsaszínben látni? Mikor az orvos közölte velem amúgy is, hogy ez egy halálos betegség, gyógyíthatatlan vagyok,
most akkor minek gondoljak én itt mindenféle pillangókra, meg rózsaszín felhőkre, és akkor álmítom magamat. Önök szerint önbecsapás egy orvosilag gyógyíthatatlannak nyilvánított embernek azt gondolni, hogy meggyógyulhat? Vagy én hamis reményt keltek adott esetben egy paciensemben, amikor jön egy diagnózis, valami mondjuk gyógyíthatatlan betegségről szól, és én azt mondom, hogy meggyógyulhat. Becsapom én őt? Vagy ő becsapja saját magát, hogyha azt gondolja? Önbecsapás vagy nem önbecsapás? Igen vagy nem? Nem, igen, talán volt, aki ingatta a fejét, helyesen ingatta a fejét, is, vagy mégse. Visszaugorhatnék a legeslegelső diák valamelyikére, hogy ott volt 16%-nyi emberünk, akinek nem volt önbecsapás. Önmagában ez elégnek kéne, hogy legyen, hogy nekik biztos, hogy nem volt önbecsapás, és nekik nagyon idézőjelben mondom, megérte azt gondolni, hogy ők meggyógyulhatnak. Lesz természetesen nem önbecsapás és nem önállítás, ezt mindjárt ki fogom fejteni, hogy én mit gondolok erről, hogy miért nem az. Visszatérve a hitnek a kérdésére, a gyógyulásba vetett hitet és a vallásos elhivatottság folytán meglévő világszemléletet és hitrendszert külön kéne szedni. És amikor a gyógyulásba vetett hitet figurázom ki, vagy mondok egy példát erre, hogy hol szokott megcsúszni, akkor nem a mindenhatóba, vagy az Istenbe, vagy a teremtő erőbe vetett hitnek a kritikája lesz. Van egy német nyelvkönyvem, legyen csak nyelvkönyv, ne legyen német nyelvkönyv, van egy nyelvkönyvem. Egy jól megszerkesztett nyelvkönyv, oda-vissza szótár, kellő mennyiségű szóval, nyelvtani gyakorlatokkal, fordulatokkal, és én hiszem azt, hogy megtanulom azt a nyelvet. És ott van nálam mindig ez a X nyelvkönyv, és találkozok a szomszédommal, és mondom, hogy te, én meg fogok tanulni ezen a nyelven beszélni. Én szentül meg vagyok győződve, hogy meg fogom tanulni, én hiszem ezt. Boldog-boldogtalannak elmondom, minden nap gondolok rá, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, meg fogom tanulni, de soha ki nem nyitom ezt a könyvet. Az én fejlettségi szintemen legalább 600 év kellene, hogy így megtanuljam azt az adott nyelvet. Van egy másik emberünk, aki azt mondja, hogy fú, még egy nyelvet, hát elmúltam már 50, hát az iskolapadból már régen kikerültem, de hát nem is tudom, meg úgy nem is áll a számra, meg olyan apró betűvel van írva, és a szemüvegemet se találom mindig, de azért minden nap szorgalmasan 10 percet, nem többet, 10 percet kínozza magát, próbálja a szavakat memorizálni, visszamondani, a nyelvtant megtanulni. Kettejük közül ki fog győzni? Az, aki hisz benne, rendületlenül, eltökélten, mindenkinek elmondja, vagy aki nem hisz benne, de csinálja. Aki csinálja. És ennek van egy díjnyertesebb változata, amikor az illető teljes lelkesedéssel föl van vértezve, motivált, tudja, hogy miért akarja megtanulni, ugye megvannak a céljai, hogy ha megtanulom akkor, és látja a jövőképet maga előtt, és minden nap nem 10 percet, hanem 20-at vagy 25-öt gyakorol. Valószínűleg a három ember közül ő lesz a befutó. És erre a technika sorozatra nagyon-nagyon igaz szokott lenni, és ennek van egy olyan gyakorlati hozadéka, hogy mikor a rendelésen adott esetben az illető rájön, hogy itt csinálni kell dolgokat, nem csak, tényleg nagyon-nagyon jó szándékkal mondom, nem csak beültünk melegedni és okosakat hallgatni, hanem nekem neki kell állni, és a saját egészségemért kell tenni, 20-30-40% lemorzsolódik. De ez nem csak a személyes konzultációk, hanem csoportfoglalkozásnál is van. 15 fővel indulunk, az ötödik gyakorlat után körülbelül a társaságnak a fele van ott. Ez lehet az egyik óriási buktatója, és még lehet ezer, tehát erről külön napokat lehetne beszélni, hogy ha valaki meggyógyul, akkor miért gyógyul, ha meg nem gyógyul, akkor miért nem gyógyul, és egy ponton túl eljuthatunk oda, hogy igazából mi lehetőségeket kínálunk föl. És az illető a legjobb szándéka ellenére hiába próbál meg mindent, lehet, hogy mégsem sikerül. Csak, és ebbe bele lehetne menni, hogy akkor előző élet, utána lévő élet, karma és társai, amiben bele is mennek nagyon sokan, csak ez legtöbbször a gyógyító részéről is, meg a gyógyulni vágyó részéről is egyfajta magyarázat lesz arra, hogy miért ne csináljak semmit, vagy miért vagyok én hatástalan. Ez így nem tudom, hogy érthető-e, hogy ezekkel az előző élet, meg jövőbeni életes történettel azért érdemes vigyázni, mert
Ha én arra használom föl, hogy kaptam egy papírt arra, hogy hát ezt megmondták, hogy nekem ez és így, és akkor most én ennek elszenvedő alanya vagyok, lehet, nem tudjuk. Lehet, de ne arra használjam föl, hogy lehetőségeket veszek el magamtól és a gyógyulástól. No, visszatérünk arra, hogy valamelyest válaszoltam, félig válaszoltam, nem tudom, sokat lehetne beszélni arról, hogy hogyan és miért, vagy miért nem lehet meggyógyulni. Ugye ott tartottunk, hogy nagyjából megállapodtunk abban, hogy nem önbecsapás, és azt ígértem, hogy megpróbálom elmagyarázni, hogy miért nem önbecsapás. Volt egy fiatal ember, aki azt mondta, hogy akkor most ennél a példánál befejeztük a továbbiakat. Ez annyira alappélda volt, hogy annyira fölbosszantotta magát rajta, hogy azt mondta, hogy a következő alkalommal nem akar látni. A három pohárból már sejtik szerintem, hogy mi fog következni. Azért nem önbecsapás bízni abban, hogy meggyógyulok, hiába van egy gyógyíthatatlan betegségem, mert nem a valóságra reagálunk. Egyikünk sem a valóságra reagál. Van három poharunk, mind a három 10 cm magas, mind a háromban pontosan 5 cm folyadék van. És ha megkérdezném önöket, hogy mi az, amit látnak, akkor mondjuk egy természettudományos elme azt mondaná, hogy látok egy üveg poharat, lehet, hogy az összetételre is tudnak következtetni a pohár színéből, látok egy üveg poharat, x centi magas, x centi víz van benne. De a társaságnak a nagyobbik része valamilyen indítatásnál valamelyik táborba tartozna. Vagy azért, mert nagyon-nagyon szomjas és egész nap nem ivott, és elnéz erre a pohára, milyen kicsi ez a pohár, és milyen kevés víz van benne, nem fogja oltani a szomjamat, félig üres ez a pohár. A másik társaság, megint csak valamilyen indítatásnál fogva, azt fogja mondani, hogy nem, ez egy bitang nagy pohár, mert mondjuk teleitta magát az idejövetel során, és az a feladat, hogy meg kell inni, ami a pohárban van. Teleittam magam, ú, de nagy a pohár, mennyi víz van benne, nem fogom tudni, mint meginni, a poharam félig tele van. Ugye ez a kétféle hozzáállás szokott lenni, félig üres pohár, félig tele pohár. Igen? Fél pohár víz, igen. Fél pohár víz, ez a semleges hozzáállás. A semleges hozzáállás 10 centi magas pohár, 5 centi folyadékkal, tehát a fél pohár víz. Viszont senki nem fogja tudni nekünk megmondani, hogy melyik verzió, melyik két szélső verziók közül melyik van közelebb a valósághoz. Ugye ez érthető, hogy nem lehet azt mondani, hogy a félig üres 3 mm-rel közelebb van a valósághoz, ezért az kevésbé számít önbecsapásnak, mert az közelebb van hozzá. Azt se lehet mondani, hogy nem, a félig tele, az van közelebb egy centivel a valósághoz, ezért az számít kevésbé önbecsapásnak. Mind a két verzió, ugye nem a fél pohár vizes mondat, mind a két verzió, a félig üres és a félig tele hozzáállás is önbecsapás. Az előző gyakorlatok vagy játékok során látták, hogy a borzasztó képek vagy a félig üres pohár kép egy testi reakciót idéz elő, a boldogság harmonikus képe vagy a félig tele pohár képe tudok még tenni, és van a poháromban víz, és jól fogom tudni oltani a szomjamat, az pedig egy teljesen más testi reakciót fog kiváltani. Innentől kezdve nekem jogomban áll eldönteni, hogy melyik testi reakció a szimpatikusabb, mert akkor ahhoz a képhez fogok ragaszkodni. Ez nyilvánvaló, vagy ez érthető? Az sem igaz, hogy ugye látták a Simon-Tonik statisztikájánál is, hogy abban a betegségben 12 hónapon belül meg kellett halni. Nem igaz. Nem volt a 159 emberre egyöntetően igaz. Lehet, hogy a nagy részüknél ez bekövetkezett, de nem volt mindenkire igaz. És azt sem lehet állítani, hogy minden embert, minden betegségből mindig meg lehet tökéletesen gyógyítani. Törekedni kell rá. Tehát nagyon fontos, hogy nem a valóságra reagálunk. Ennél a képnél ez kivetítőn nem nagyon szokott látszódni, hogyha valahogy meg kéne nézni ezt a képet, és elvileg ez mozog. Valójában nem mozog, de ha sokat nézem, akkor azok a körök elkezdenek forogni és mozogni. Valójában ez egy álló kép, mégis azt láttatja velem, hogy ez mozog. Itt lehetne vitatkozni egészen addig, míg valaki vonalzót nem hoz. Ha az a kérdés, hogy ezek párhuzamos vonalak, vagy összetérnek, vagy széttérnek, akkor mindenki mond mindenfélét. Valójában ezek teljesen párhuzamos vonalak.
Rengeteg példát lehetne a saját életünkből is mesélni. Az egyik kedvencem egy saját példa. Éveken keresztül nagyapámnak a 40 éves bogarával közlekedtem, és minden kereszteződésben bogárhátút láttam. Téves következtetés lenne az, hogy gyakori autó a bogárhátú. Amikor viszont eladtuk az autót, és átültem egy másik típusú autóba, akkor a bogarak megszűntek az úton létezni, onnantól kezdve alig-alig látok. Téves feltételezés vagy következtetés lenne az, hogy amióta eladtam a bogaramat, azóta mások is eladták a bogarukat. Viszont amióta azt a meghatározott típusú autót használjuk, majdnem minden kereszteződésben, de a nap folyamán 4-5 biztos, hogy látok belőle, holott előtte nem láttam ilyen gyakran. Téves következtetés lenne megint csak, hogy amióta azt a típusú autót megvettük, azóta ez milyen kellendő márka lett. Nem a valóságra reagálunk, ebbe a témakörbe beletartozik az is, hogy mondjuk az a 360 fok, amit lehetne valóságnak nevezni, azt a 360 fokot egyszerre nem fogom tudni érzékelni. Hanem amilyen belső tartalmakkal az elmém ki van töltve, ugye a sok autótípus közül rá volt akarva, akaratlanul fókuszálva a bogárhátúra, ezért abból a rengeteg autómárkából ki tudtam szúrni az elmém, észrevetette velem a hasonló típusú autókat. Ugyanezt történt az autóváltás során is. Ami az elmében, mint a fókusz középpontjában elhelyezkedik, azokat a motivumokat vagyok képes észrevenni abból a 360 fokból, aminek vannak azért egyéb tartalmai is. Nem a valóságra reagálunk, és ezt azért nagyon sok helyen kihasználják. Nagyon-nagyon sok helyen kihasználják, képek formájában, hogyan lehet egy segítséget nyújtó kulaccsal, egy sebesültet kínáló katonából egy géppisztolyos őrültet varázsolni, a képen le akarja lőni a földön fekvő áltozatát. Ezt gyönyörűen ki lehet használni, és az egészben a döbbenet az, hogy ha én kapok egy hírt, hogy Timbuktuban tömegmészárlás volt, és bevágnak egy képet hírműsorba, híradóba, ahol mindenféle véres húszcafatot mutatnak, akkor én azt a képet fogom lereagálni, és attól leszek görcsben a tévé előtt, holott fogalmam sincs, hogy valójában Timbuktuban mi történt. Nem a valóságra reagálunk, hanem a valóságnak egy torzított, vagy egy adott esetben belül megjelenő képére, ami testi reakciót vált ki, mindenkinél testi reakciót vált ki. És én azt gondolom, hogy a pozitív gondolkodás az valahol itt fog elkezdődni, és az embernek a saját magáért vállalt felelőssége, hogy előnyösebb olyan képeket generáltatni a fejemben, amitől testileg is jól érzem magamat. Mert a test, ugye mint a doktornő mondta, egy hűséges kiskutya, és vissza fog jelezni a belső kivetítőn menő képek minőségéről és az egészségemre gyakorolt hatásáról. Hát a pozitív gondolkodás is megérne egy misét, nem tudom, hogy időben beleférünk-e, vagy ezt részletezzem-e. Pozitív gondolkodásról annyit, hogy ami én észrevettem, ugye saját bizonyítvány, ugye mi az, amit észrevesz az ember, amit én észrevettem a pozitív gondolkodásról, hogy átment a köztudatba, azt én azt gondolom, hogy nem a pozitív gondolkodás. Tehát nem kell mindenkit szeretgetni, puszilgatni, ölelgetni, adott esetben keblére ölelni, hanem helyén kéne kezelni a dolgokat, és vannak olyan emberek, akiket 5 cm távolságból szeretek elviselni, és tolerálok, és örülök a közelségének, valakit meg 50 méterről sem. Egy nagyon-nagyon jó barátom kérdezte mindig tőlem, hogy egy acsarokva támadó kutyával mit fogok kezdeni? Ahhoz is lehajolok, és úgy huli-puty-huli megvakarom a fületővét, vagy helyén kezelem, és orva vágom, vagy elszaladok, vagy nyúlcipőt húzok. Tehát a pozitív gondolkodás biztos, hogy nem az, hogy mindenki keblemre. Ráadásul a tévében is szelektálok műsorokat. Ott sem engedek be mindent. Legalábbis bízom benne, hogy nem engedünk be mindent. Én azt gondolom, hogy a szeretetnek inkább az elfogadást és toleranciát kéne jelentenie. És mi inkább a pozitív gondolkodás, az pontosan ezekkel a képekkel talán illusztrálható és magyarázható, hogy amilyen képek mennek a fejemben, úgy érzem magam. És fordítva is igaz. Talán a pozitív gondolkodáshoz még a Prezenszky doktornőnek egy híres mondatát oda lehetne tenni, hogy foglalkozzunk a vannal, és ne a nincsel. Ez egy nagyon szép mondat, elsőről, hogy mindenki magáinak érzi, és amikor fölteszem azt a kérdést, hogy egy beteg ember esetében akkor ez hogy néz ki, mert betegségem van, egészségem nincs.
akkor igaz lesz ez a mondat, hogy foglalkozzak a vannal és ne a nincsel. Vagy amikor a tervekről, vágyakról, szép reményekről beszélek, ugye a családi házas példánál maradva azt, mert évek óta szeretném elérni, még sincs, ugye foglalkozzak a vannal és ne a nincsel, akkor most ne legyenek terveim, vágyaim, vagy ne akarjak egészséges lenni. Talán ez a mondat picit helyre teszi a dolgokat. Szintén a doktornő kérdezte ugyancsak tőlünk, hogy mit fogok tudni tenni azzal az ütött kopott kis autóval, amin van, igaz, hogy 30 vagy 40 éves, de amikor elmegyek bevásárolni, akkor hazaviszi velem együtt a krumplizsákot, és mit tudok kezdeni azzal a luxus Mercedes-szel, ami képzeleteimben létezik. Talán ezt is jelenthető, hogy foglalkozzunk a vannal és ne a nincsel. A betegség esetében pedig foglalkozzunk a vannal. Ha betegségem van, akkor kezdjek el vele foglalkozni, és esetleg gondoljak arra, hogy lehet, hogy a betegség az egy stopptávla, ahol egy más irányba kéne kanyarintani az életemet. Lehet, hogy más étkezési szokásokat kéne fölvegyek. Ugye az is egy áj valamilyen életterületen, és egy új felé való kanyarodás. Lehet, hogy az érzelmekkel és a gondolatokkal is kellene foglalkozni, lehet, hogy pont ezért jött a betegség. Az, hogy a betegségemmel foglalkozom, az jelentheti azt is, hogy megvizsgálom, hogy milyen nyeresége van annak, hogy én beteg vagyok. És ez egy komoly, komoly téma, és lehetne asztalt borogatni akár ennél a feltételezésnél, hogy a betegségem az jó, hogy nekem van, és annak vannak nyereségei. De egy jól irányzott átbeszélgetés után bizony-bizony kiderül, hogy a betegségemnek van nyeresége, és nem véletlenül lett az a betegség, hanem komoly céljai vannak annak a betegségnek az életemben. Melyik példát is mondjam a sok közül? Szintén a rendelésen történt, amikor egy adott betegségnél kiderült, hogy kívánatos lenne húsmentes diétát tartani az illetőnek, akkor széles mosoly ült ki a szájára, és azt mondta, hogy de jó, most már van egy hivatalos papírom arról, és a családom el fogja fogadni, 20 éve szeretnék vegetáriánus lenni. Ugye ez azért durva párosztatás lenne, hogy azért lettem beteg, hogy vegetáriánus lehessek, de azért nagyon-nagyon sok ilyen motiváló tényező lehet az ember életében, ahol, és minden tisztelet annak, aki egy betegségből szeretne meggyógyulni, vagy a betegség terheit viseli, de minden egyes betegségnek megvannak ezek a nyereségei. Megvannak ezek a motiváló tényezői. Fiatal orvosként, amikor szemészeten kezdtem el dolgozni, akkor feltűnt, hogy a szemészeti váró tele van idős emberekkel. És ha a szívemre teszem a kezemet, és én az az idős bácsi lennék, akire X éve nem nyitotta rá a család az ajtót, és egyedül él, és ugye megszűntek azok a közösségek, ahova ezek az idős emberek lejárhattak, és mégis szükségem van az emberi szóra, és akkor lemegyek a szemben lévő rendelőbe, ahol a cimboránk is amúgy lent vannak, ott megbeszéljük a napi politikai dolgokat, és valahogy beerőszakoskodom magam a nővérkéhez, legalább a nővérkéhez, mert ő megsimogatja a vállamat, van két kedves szava, megnyugtatnak, hogy nincsen semmi bajom, majd másnap újra kezdődik az egész történet. Lehet, hogyha hasonló helyzetben lennék, mint ahogy nagyon sok idős ember ilyen helyzetben van, lehet, hogy én is ezt csinálnám. Sőt, lehet, hogyha valaki azt mondaná, hogy ha megszüntetjük a betegséget, akkor ezt a tevékenységet nem kell már csinálni. Lehet, hogy én is kapva kapnék az alkalmon, hogy mindent megtegyek annak érdekében, hogy nehogy megszűnjön ez a betegség, mert adott esetben a betegségem révén látogat a család, a betegségem révén hoznak nekem ennivalót, a betegségem révén foglalkoznak velem, és félhetek attól tudattalanul, hogy ha én egészséges leszek, akkor már nincs miért engem látogatni. És nagyon-nagyon-nagyon sok példát lehetne hozni arra, hogy miért és hogyan lehetnek a betegségnek nyereségei. És aztán, amikor sikerül-e a gyógyulás útjára terelni az illetőt, vagy meg is gyógyult egy adott betegségből, és elhangzik egy olyan kérdés, hogy milyen változásokra vagy változtatásokra kényszerítette rá maga a betegség, akkor aztán ott végtelen lehet a sor. És ezt kellett megváltoztatnom, és azt, és munkahelyet váltottam, és kapcsolatban kellett rendet tenni, étkezésben, és a többi, és a többi, és a többi. És ott, hogy milyen dolgokon kellett változtatni, ami egészségessé tette az illetőt, az lehet maga az egészségnyereség. Tehát foglalkozzunk a vannal, betegség esetén ezt jelenti, hogy foglalkozzak a betegségemmel, próbáljam meg felfedni, hogy milyen üzenetet hordoz maga a betegség.
Ugyanez vonatkozik az ábrándokra, vágyakra, szép reményekre, hogy bár nincsen meg jelen pillanatban az, amire vágyom, de a célok lesznek az életnek a mozgató rugói. És hogyha megfigyelik tévében, rádióban elhangzó riportműsoroknál, ahol nagyon-nagyon idős, de fizikailag, szellemileg, tip-top kisöregekkel zajlik az interjú, akkor amik közös ezekben a beszélgetésekben, amikor megkérdezik, hogy mi a hosszú élet titka, célok, 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 motiváció és csinálni és csinálni. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy a tervek, vágyak, célok azok az életnek a mozgatórugói, és lehet akár gyógyító faktor is egy jól összeállított célsorozat. Ugyanakkor a vágyaink azok nagyjából, vagy egy része ebbe a kategóriába tartozik, hogy éjszaka szeretnék napozni. Ami aztán nem sikerül, és aztán meg is sértődök azon, hogy nem sikerült éjszaka napoznom. Tehát valahol a célmeghatározás megcsúszik, ugye az előadás elején is beszéltem erről, hogy megcsúszik. Elérhetetlen dolgot ne tűzzek ki célul, de ebben a gyakorlatsorozatban az is benne van, hogy hogyan érdemes meghatározni rövid, közép, illetve hosszú távú célokat. Mind a három típusból, rövid, közép és hosszú távú célból hány darab legyen. Ha egyes célokat teljesítettem és kihúzhatom a listáról, akkor hogyan hozzak be újabbakat, hogy a tervek, célok, mint az élet mozgató rugói folyamatosan meglegyenek. Ugye beszéltünk arról, hogy a Google-ben az albérlet keresés az hogyan zajlik. Elérkeztünk az előadás végéhez. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni azt, hogy az emberi gondolatformáláshoz ugye képek tartoznak, a képek azok testi hatást válthatnak ki. Ha nem tetszik a testérzet, amivel rendelkezem, akkor a fejben menő képeket próbáljam meg felidézni, hogy mik azok, amelyek ezt kiválthatták, és próbáljam meg megváltoztatni azokat. Ugye a gyógyulásba vetett hit, és nem csak a hit, hanem a gyógyulásért tett cselekedet, az nem hiába való. Semmelyikünk nem a valóságra reagál, tehát azt eldönteni még statisztikai alappal sem lehet szerintem, és nincsen egyik gyógyító vagy orvos kolléga sem abban a pozícióban, hogy valakire ráfogja azt, hogy ő gyógyíthatatlan. Érdemes próbálkozni, és hogy foglalkozzunk a vannal, mert elképzelhető a gyógyulás, és meggyógyulhatok. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen!